Kónya Csabával a Karcagi Nagykó Református Gimnázium 9. esével beszélgetünk arról, hogyan érzi magát az iskolában és miért pont ezt az iskolát választotta. A matek fizika szak miatt jött a refibe, mert már az általánosban megszerette, értette ezeket. Azért választottam ezt az iskolát, vagy ezt a szakot, a matek fizikát, mivel a általános iskolában így ö, eléggé megszerettem a fizikát, értettem is, ö, Tanultam, És ennek köszönhetően ezt a szakot választottam, és nagyon tetszik eddig. Hiszen azért, mert eltelt néhány hét, láttad, sok matek és fizikaórátok van? Matek óra az minden nap van, egy fizika óra most heti két órában van, de ez szerintem majd még lehet, hogy fog változni a fél évtől. Matek órája minden nap van, a fizikát pedig heti két órában tanulja. Igyekszik minden órára tanulni, nem lemaradni, hogy jó jegyeket szerezzem. Igyekszek mindig uh, óráról órára tanulni, nem lemaradni, mert azt nem szeretnék, és uh, így remélem, hogy jó jegyeket szerzek, és nem lesz semmi baj. A gólyatábor nagyon jó alkalom volt arra, hogy összeismerkedjen osztálytársaival, így már elég jó közösséget alkotnak osztályfőnökükkel, Bíróné Varga Tündével. Volt az első hét után egy gólyatábor, ahol, ami egy nagyon jó alkalom volt arra, hogy összeismerkedjünk, akik, akikkel eddig nem ismertük egymást, és játékos, humoros feladatokkal mellett ez nagyon jó alkalom volt, és így azt tudom mondani, hogy egy elég jó közösséget alkotunk így, mint 9 C osztály. Mit kell tudni rólatok? Hány fiú, hány lány van? Ki az osztályfőnök? Az osztályfőnökünk Bíró Névarga a tanárnő. Nyolc fiú van, és az összes többi lány, úgyhogy túlnyomó többségben vannak a lányok, de jó ez így. A fiúk összetartó közösségé kezdtek válni már? Ez a főleg a golyatáboros dolgoknak is köszönhető, akikkel eddig nem ismertük egymást, de így igen azt tudom mondani, hogy így nyolcon eléggé összetartunk, és tudunk egymásra számítani. Úgyhogy... Mennyit tanulsz naponta? Hát most még az elején egy kicsit nyilván kevesebbet kell, de majd ahogy beindul azért naponta több óra is benne fog lenni ebben. Tudod már, hogy érettség után mi szeretnél lenni? Hát egy ilyen elektromossággal foglalkozó, tehát ilyen villamossági dologgal szeretnék foglalkozni ebben a témakörben szeretnék elhelyezkedni, és erre jó, és a fizika azért szeretném ezt tanulni. Úgy tudom, hogy hamarosan lesz egy másik megmérettetésetek is, amire az osztály készül, és a, a tizedik évfolyamosoknak nagyobb szerepe lesz, mint nektek, de mesélj egy kicsit. Igen, úgy hallottuk, hogy a tizedikesek egy kis humoros műsorral készülnek, amit nagy izgalommal várunk, és reméljük, hogy ugyanolyan izgalmas és jó lesz, mint a tábor. Bár még 9. esde az érettségi után Szabolcs villamossági dologgal szeretne foglalkozni, ezen a területen elhelyezkedni, erre jó a matek és a fizika. Osztálytársaival várják a gólya napokat is, melynek végén gólya avató lesz. Szabolcs a diák önkormányzat tagjaként az iskolai programok szervezésébe is belekapcsolódik majd. Mivel kitartó, nem szokott feladni semmit, ennek a tulajdonságainak az ottani munkában is hasznát veszi majd. Kitartó, annak tartom magam. Nem szoktam feladni semmit, és ami belekezdek, az ö, nem szoktam abbahagyni, nem adom fel. Tehát ö, már majdnem három éve elektromos gitározok, és nem tervezem abbahagyni, csak tovább fejlődni. Edzésben is, ö, hogyha elkezdek járni valahova, akkor nem abbahagyom hagyom valamennyi hónap után, hanem kitartóan csinálom. Szereti a megmérettetéseket, így versenyekre is készül.